Bevándorláspárti tüntetések voltak Rómában és Bécsben, Brüsszelben viszont az ENSZ paktum ellen tiltakoztak. Budapesten folytatódtak a munkatörvénykönyve elleni tüntetések, a rendezvénynek hivatalosan vége, de sokan most sem mentek haza. Advent harmadik vasárnapja egyben ezüst vasárnapban, rengetegen voltak ma az üzletekben. Jó estét kívánok, ez a híradó este 10-kor az M1-en, Radeszki Viktor vagyok. Az elmúlt napokban Európa szerte egyre hangosabbá váltak a bevándorlást ellenző kormányokkal szembeni tüntetések. Rómában és Bécsben is utcára vonultak emiatt. Az M1 által megkérdezett szakértő szerint a motiváció mindegyik esetben ugyanaz volt, vagyis az, hogy a bevándorlás kritikus kormányokat így próbálják meg nyomás alá helyezni. Tóth Erik azt mondta, a tüntetések olyan üzeneteket hordoztak, amelyeket korábban Soros György és szervezetei is felvállaltak. Az afrikai bulik zenei világát ötvözték a párizsi tüntetések immár emblematikus sárga láthatósági mellényével, azok a csoportok, amelyek szombat délután Rómában az utcára vonultak. A Potere al Popolo, Hatalmat a népnek nevű szélső baloldali szervezet által szervezett tüntetésen az olasz kormány migrációs politikája ellen tiltakoztak, Matteo Salvini belügyminiszter lemondását és a nevével fémjelzett szigorító intézkedések visszavonását követelték. Azért jöttünk most az utcára, hogy megmutassuk Salvininek, hogy mindnyájan egyenlőek vagyunk. Nem azért jöttünk Olaszországba, hogy lopjunk, hanem hogy dolgozzunk és ebből segítsük a családunkat, mondta egy elefántcsontparti bevándorló. A bevándorlók mellett a migránsokat támogató olasz szervezetek is jelen voltak a demonstráción. A legfontosabb, hogy a különböző bőrszínű emberek együtt vörös zászlók alatt sárga mellényben vonulnak. A franciaországi mozgalmak most egész Európának erőt adhatnak, mondta egy olasz szakszervezeti aktivista. Feltűntek a sárga mellények és a vörös zászlók Bécsben is. Ott a várt 10 000-nél jóval kevesebben gyűltek össze a baloldali és bevándorló barát szervezetek demonstrációján. A felvonulók a munkajogi szabályok megváltoztatása mellett az osztrák kormány szigorú bevándorlás politikája ellen is tüntettek, és tiltakoztak az iskolákban bevezetendő fejkendő tilalom ellen. A demonstráció résztvevői nem csaptak össze a rendőrökkel, viszont komoly nehézséget okoztak az osztrák főváros közlekedésében. A kisebbi kormánypárt vezetői szerint a tüntetők egy időre egy szirénázó mentőautót is akadályoztak a továbbhaladásban. A Nézőpont intézet elemzője a híradóban arra hívta fel a figyelmet, hogy a tüntetések mögött Rómában és Bécsben is azok a bevándorláspárti erők álltak, amelyek nyomás alá akarják helyezni a kormányokat és a migrációt támogató politikát követelnek. Az a Soros György által képviselt, illetve a Nyílt Társadalom Alapítvány által képviselt politikai idea, amely szerint az illegális bevándorlás az európai kontinensnek a problémáit megoldaná, az most is egyértelmű népszerűségnek örvend ezekben a körökben, és azok a tüntetések, amelyek mind Bécsben, mind pedig Rómában az elmúlt napokban megfogalmazódtak, azok olyan üzeneteket hordoztak, amelyeket korábban Soros Györgyék is nyíltan felvállaltak. Az elemző emlékeztetett arra, hogy Olaszországban nemrég lépett hatályba az az intézkedéscsomag, amely egyebek mellett szűkíti a menedékkérelemre jogosultak körét, szigorítja a törvényekkel összeütközésbe kerülő migránsokkal szembeni szankciókat, és csökkenti az ellátásukra költött összegeket. Ausztria pedig az Európai Unió soros elnökeként sokat tett azért, hogy a kötelező kvóták ügye lekerüljön a napirendről. Az ENSZ migrációs paktuma ellen és mellett is tüntettek ma Brüsszelben. A jobboldali szervezetek tüntetését Brüsszel szocialista polgármestere be akarta tiltatni, amikor azonban ezt a döntést az államtanács felülírta, akkor a baloldal ellentüntetést hirdetett. Vízágyúval és könnygázgránátokkal oszlatták a tömeget a belga rendőrök az Európai Bizottság épületénél, amint egy 5500 főnyi tüntető pedig füstgránátokkal és kövekkel támadt az egyenruhásokra. A különböző flamand, vagyis a Belgium északi részén élő holland nyelvű népcsoportot képviselő jobboldali pártok hívei dél körül érkeztek a fővárosba, mert nem fogadják el, hogy a belga kormány képviselője aláírta Marrakesben az ENSZ migrációs csomagját. Szerintünk nem demokratikus úton hozták meg ezt a döntést, sem a kormány többsége nem állt mögöttük, sem a belga népé, mondta demonstrálók egyik vezetője. Brüsszel polgármestere és a brüsszeli régió miniszterelnöke, mind a ketten francia ajkú szocialisták,
be akarták tiltani a demonstrációt, de végül az államtanács felülírta a döntésüket és engedélyezte a tüntetést. A baloldali szervezetek felhívására összegyűlt emberek kiálltak a migrációs paktumot aláíró és a parlamenti többségét elvesztő kormányfő mellett. Arra akarjuk felhívni a figyelmet, hogy a másik demonstráció résztvevői fasiszták, és csak a gyűlöletet terjesztik, mondta egy diákszervezet aktivistája. Belgiumban az elmúlt hetekben komoly belpolitikai feszültséget keltett az ENSZ migrációs paktumának ügye. A kormánykoalíciót alkotó legnagyobb flamand párt azt akarta elérni, hogy az ország sok más európai országhoz, köztük Magyarországhoz hasonlóan lépjen ki a paktumból. Charles Michel kormányfő azonban ragaszkodott az ENSZ egyezmény aláírásához, ezért a koalíciós partnerek kilépett a kormányból. Az országnak így jelenleg kisebbségi kormánya van, amely azonban jóvá hagyta a marrakesi megállapodást. A Fidesz szerint az MSZP, a Párbeszéd és a DK európai parlamenti képviselői a héten ismét a magyar emberek ellen fordultak. Deutsch Tamás azt mondta, a magyar baloldali és liberális EP képviselők megszavazták a migránsvízum bevezetését célzó előterjesztést. Úgy fogalmazott, ezzel a döntésükkel ismét bebizonyosodott, hogy ha rajtuk múlna, akkor szabadon beengednék Magyarországra a migránsokat. A magyar balliberális képviselők, ahogy eddig is, most is fegyelmezetten és lelkesen támogatták az Európai Parlamentben az EP bevándorláspárti többségével együtt a migránspárti előterjesztést, azt az előterjesztést, amelyik a migráns vízumot kívánja létrehozni. Itthon ma ismét utcára vonultak a munkatörvénykönyvének módosítása, valamint a közigazgatási bíróságok létrehozása ellen tiltakozók Budapesten. A résztvevők a Hősök terén gyülekeztek, majd átvonultak a parlamenthez. Többen magyar és uniós zászlókat, valamint fehér szalagot vittek magukkal. A Kossuth térnél felállított színpadon a felszólalók bírálták a munkaidőkeret önkéntes bővítéséről szóló változásait. Azért vagyunk dühösek, mert ez a kormány figyelmeztetésünk ellenére semmibe vesz minket, dolgozókat, és kiszolgáltatja azokat, akik éppen meg kellene védenie. A rendezvény hivatalosan már befejeződött, de az elmúlt napokhoz hasonlóan a demonstrálók egy része ezúttal sem ment haza, hanem a közmédia óbudai székházához vonult. Az ország több nagyvárosában is az utcára hívták az embereket a munkatörvénykönyvének módosítása ellen tiltakozók. Győrben a városháza előtt gyülekeztek a demonstrálók, majd elvonultak a Fidesz székházához is, ahol mécseseket gyújtottak. A vonulásos tüntetést a rendőrség biztosította. Békés Csabán az Andrássy úton vonultak végig kereplővel és piros lapokkal a Kossuth szoborhoz, ahol szakszervezeti vezetők, pedagógusok és diákok szólaltak fel a törvény ellen. Szegeden a kormányhivatal elől az aradi vértanúk terére vonult a tömeg, ahol civil és politikai szereplők fogalmazták meg a követeléseiket. Miskolcon táblákkal és hangos bemondóval tiltakoztak a kormány intézkedései ellen. A rendőrök itt is biztosították a tüntetést. Az utcai erőszak minden formája elfogadhatatlan, ezt mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter a Kossuth Rádió vasárnapi újság című műsorában. Gulyás Gergely hangsúlyozta, a gyülekezéshez való alkotmányos alapjog mindenkit megillet, ezt azonban kizárólag törvényes keretek között lehet gyakorolni. Mi úgy gondoljuk, hogy nem hogy lehetnek, hanem kell is, hogy legyenek éles politikai viták, ezért is volt a rendszerváltozás, de ebbe az nem fér bele, hogy a demokratikus parlamenti választások eredményeként létrejött kormánytöbbséget erőszakkal próbálja meg egy végtelen agresszív kisebbség, parlamenti kisebbség néhány képviselő megakadályozni abban, hogy jogszerű döntéseket hozzon és az országgyűlés normálisan működhessen. Az ellenzéki pártok többsége már előre jelezte, hogy részt vesz a mai budapesti tüntetésen. Voltak olyan politikusok, akik zászlókat osztottak, mások közös fotót készítettek. A rendőrök eddig két embert emeltek ki a Kossuth téri tüntetők közül, egyiküknél támadó fegyver, vipera is volt. Gyurcsány Ferenc pártja DK-s zászlóosztással, a szocialista Kunhalmi Ágnes, a Párbeszédes Szabó Tímea, a Momentumos Donát Anna, a Jobbikból Vargadam Andrea, valamint Szél Bernadett és az LMP Smuk Erzsébet pedig közös fotózkodással hangolódott a vasárnapi tüntetésre.
A Hősök teréről induló demonstráción minden ellenzéki párt felvonult. Üzennük meg neki, hogy felnőttünk! 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 A szocialista Bangóné Borbély Ildikó arról beszélt, szerinte a demonstráció élére álló ellenzéki pártokat végre felelős, felnőtt emberek alkotják. A liberálisoktól bőszenet nyugat-európai jogokat követelt, annak ellenére, hogy az uniós szabályozás a magyarnál több, összesen 416 óra túlmunkát enged. Az a lényeg, hogy alapvető jogainkban és méltóságunkban egyetlen kormány sem sérthetnek bennünket. Demeter Márta az LMP társelnöke szerint kizárólag a jelenlegi ellenzéki pártok jelenthetnek megoldást Magyarország számára. Mi erre a feladatra jelentkezünk, és készen állunk a munkára. Közben a párbeszédes Szabó Tímea azt mondta, a kormány jobban tenné, ha félne tőlük. Van is oka félni, de nem azért, mert meg fogjuk verni, mert mi az erőszakmentességben hiszünk, hanem azért, mert mi nem fogunk lankadni. Gyurcsány Ferenc pártjának alelnöke Vadai Ágnes szerint az ellenzéknek meg kell buktatnia a kormányt. Elég volt! Elég volt! Elég volt! Végül a jobbikos Varga Dam Andrea azt mondta, pártja mindenkinek kezet nyújt. Mert jobbikos vagyok, és jobbikos is maradok! De mindenkinek megfogom a kezét! A DK, a Jobbik, az LMP, az MSZP, a Párbeszéd, valamint Szél Bernadett és Hatházi Ákos már előre azt követelték Pintér Sándor belügyminisztertől, hogy biztosítsa a magyar állampolgárok békés gyülekezéshez való jogát. A tüntetés előtt közös levélben szólították fel a belügyminisztériumot arra, hogy ne legyen rendbontás. Azt írták, elvárják, hogy a rendőrség kiemelje a tömegből a provokátorokat a demonstrálók közül. Kérdeztem, mi van, és könygázaznak. Közben ők maguk az elmúlt napokban minden demonstráción megjelentek a randalírozó tüntetők között. Ha ez az ára a szabad Magyarországnak, akkor minden nap... Az elvileg spontán szerveződő tüntetéseken voltak, akik a mikrofont is magukhoz ragadták, hogy hergeljék az embereket. Egy füstgránátot dobtam. A Momentum elnöke még a demonstráció erőszakos részébe is bekapcsolódott. A tüntetések szerda óta minden alkalommal randalírozásba csaptak át. Az ellenzéki pártok felhívására utcára vonult embereket csoportja rátámadta rendőrökre. Üvegekkel, palackokkal, sörös dobozokkal, kövekkel dobálták meg őket. Közben megrongálták az országház épületét, a Kossuth téren felállított karácsonyfát és a rászoruló gyerekeknek szánt szánkókat is. A tömeg gyújtogatott, füstgránátozott és többször is keresztény ellenes bekiabálásokat lehetett hallani. Hogy védik a kibe***ot jászolt, b***ek, keresztény demokrácia, b***ek meg Jézus b***ek! Húzd fel a fát! Húzd fel a jászolt! A hatóságok szerdától péntekig összesen 57 embert állítottak elő, és 22-t vettek őrizetbe, közülük 11 büntetett előéletű személyt. Az ORFK szóvivője a híradó.hu-nak megerősítette, a 11 személy közül volt, akinek kábítószerrel kapcsolatos törvényszegés miatt volt már dolga a hatóságokkal. Csécsi Soma azt mondta, a randalírozók között voltak tolvajok, azaz korábbi lopás miatt elítéltek. Voltak, akik csoportos garázdaságot, mások rongálást követtek el. A gyűlések szervezői, vagy az annak tekintett személyek rendre megsértik a gyülekezési jog gyakorlására vonatkozó jogszabályokat. Így reagálta a belügyminisztérium az ellenzéki pártok levelére. Mint írták, eddig sem ők, sem a rendezők egyetlen alkalommal nem zárták ki, vagy távolították el a rendbontókat a gyűlésekről, és erre egy esetben sem kérték fel a rendőrséget. A belügyminisztérium ugyanakkor azt közölte, a rendőrök esküjükhöz híven tették és teszik a dolgukat. Minden törvényes eszközzel óvják és védik a közrendet. A rendőröknek egyébként már a beszédek alatt intézkedniük kellett. Elő lesz állítva, uram! Anyád lesz előállítva! Az első előállított még elvezetése alatt is folyamatosan sértegette az egyenruhásokat. A második előállított férfi táskájából pedig a gázspré és akár súlyos testi sértés okozására alkalmas vipera is előkerült.
Korábban érkeznek a decemberi családtámogatások. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának közleménye szerint december 20-áig mindenkihez eljutnak a támogatások. A posta a jövő hét elején kezdi kézbesíteni az ellátást, és a bankszámlákra is megérkeznek a juttatások a következő napokban. Kézbesítésnél, ha a címzet nincs otthon, értesítőt kap, hogy hol és mikor veheti fel a támogatást. Advent harmadik vasárnapja van, az adventi koszorúkon meggyújtották a harmadik rózsaszín gyertyát is. Ezt a napot örömvasárnapnak is nevezik, amely arra utal, hogy már közeleg a karácsony. Az országban számos adventi programot szerveztek. Karácsonyi dalokat énekeltek a Kossuth Lajos iskola növendékei Miskolc főterén. Az ünnepi hangulatba borult téren az alpolgármester a betlehemi lánggal gyújtotta meg az adventi koszorú harmadik gyertyáját. Én mindegyiken itt voltam, igen. Ha jövő héten is kijövünk. És milyen? Nagyon szép a tér, a világítás, a műsor, nagyon szép, megható. Kaposváron az evangélikus gyülekezetben is meggyújtották a harmadik gyertyát, amely az örömöt szimbolizálja. Ilyenkor a koszorún is egyre nagyobb a fény, amely a közelgő karácsonyt jelzi. Az első vasárnapon a hit gyertyáját, a másodikon a remény gyertyáját lobbantjuk fel, és tulajdonképpen ezen a harmadik vasárnapon a két gyertyának az üzenete összeér, hiszen az a reménységünk, hogy Istennek van valami terve velünk, és hogy a hitünk egyre erősödhet, ez most a harmadik vasárnapon beteljesedhet. Sokan különböző rendezvényeken ünnepelték advent harmadik vasárnapját. Nyíregyházán például adventi örömfutáson vehettek részt a sport szerelmesei. Csak nem százan álltak rajthoz. Nagyon jó volt. Szerintem is. A futás nagyon egészséges dolog, és szerintem mindenkinek futnia kéne, és nem kocsikat használni, mert rontja a környezetet. A futás célja az volt, hogy ne csak a vásárlás, hanem a közös élmények is meghatározzák az ünnepeket. Püspökladányban a csecsemőket és szüleiket ünnepelték ezen a napon. Itt már 5. éve az örömvasárnapján tartják az újszülöttek köszöntését. Idén 140 baba kapott ajándékcsomagot, benne egy-egy hímzett babatörölközővel. Október 11-én született, tehát kicsit több, mint 2 hónapos. Hát fenekestől felforgatta, de jó értelemben. Mondjuk az alvás, ez kicsit más téma, de nagyon jó baba. Mások adventi vásárokban töltötték a napot, Debrecenben az érdeklődők a Kovács mesterséggel ismerkedhettek meg. Ma van ezüst vasárnap, ezért rengetegen indultak útnak, hogy beszerezzék a karácsonyi ajándékokat, vagy éppen a sütéshez, főzéshez szükséges kellékeket. A becslések szerint idén mintegy 100 milliárd forintot költenek a magyarok az ünnepi élelmiszerekre. Az ajándékokra pedig még ennél is többet, így a boltok forgalma decemberben meghaladhatja az 1200 milliárd forintot is. Diós, mákos és gesztenyés és beiglik sorakoznak kilószámra az áruházak polcain. A kínálat óriási, már csak választani kell. Néhány méterrel arrébb pedig szaloncukorhegyek várják a vásárlókat, akik advent harmadik vasárnapján folyamatosan érkeztek, hogy beszerezzék a karácsonyi hozzávalókat. A kasszáknál egész nap hosszú sorok kígyóztak. A karácsony előtti napokban átlagosan mintegy 3-szorosára növekszik a forgalom a boltokban. Ezüst vasárnap sokan ilyenkor már az ünnepi asztalra valóért jönnek. Most már a karácsony alkalmával gyakorlatilag minden termékkörnél jelentős forgalmat tapasztalunk, szeszes italoknál, húsáruknál, még sütéskellékeinél, és nyilvánvalóan a szaloncukor az, ami ilyenkor nyilván nagyon közkedvelt. A magyar családok többségénél nem hiányozhatnak a karácsonyi menüből a halételek sem. Ebbe az alaegerszegi halboltba is folyamatosan érkeznek a vásárlók, sokan már hetekkel ezelőtt leadták a rendelést. A kereskedők szerint évről évre egyre több hal kerül az ünnepi asztalra. Nagyon jól fogy a harcsa, lazac, afrikai harcsa, tengeri halak közül néhány. Teljesen változó, de a ponty viszi a prímet. Aminek ára idén kilónként 1200 forint körül alakul. Az összes ponttermelés több mint 30%-a az adventi időszakban kerül a piacra.
Becslések szerint idén csak az ünnepekre szánt élelmiszerekre körülbelül 100 milliárd forintot fordítanak majd a vásárlók, ajándékokra pedig még ennél is többet, így a boltok forgalma decemberben meghaladhatja az 1200 milliárd forintot. Tapasztalatok szerint várhatóan idén is sokan lesznek, akik az utolsó pillanatra hagyják a karácsonyi vásárlást. Véget ért a Jónak lenni, jó a közmédia jótékonysági műsora. Nagyon sok, egészen pontosan 132.279.600 forint gyűlt össze. Idén több szervezetnek, köztük az Erzsébet Alapítványnak gyűjtött a közmédia, hogy még több cukorbeteg gyereket tudjanak táboroztatni. És most jönnek a sporthírek, Bitman Emil hozza a részleteket. A Vidi nyerte az OTP Bankliga rangadóját. Az UVS-e, illetve a Ferencváros ünnepelt a Magyar Kupa döntőben. És Hosszú Katinka lett az év női úszója. Jó estét kívánok! A MOL Vidi nyerte a labdarúgó NB1 18. fordulójának rangadóját. A címvédő 2-1-re győzte le a vendégfelé.